Kaptunk egy kommentet, egy izgalmas kommentet, méghozzá az alá a videó alá, ahol azt fejtegettük, hogy mit tennénk meg egy férfiért. És én ugye azt mondtam, hogy én egy férfiért semmit. Erre érkezett András kommentje, olvasom. Amit megteszek, azt önmagamért teszek. Na ez mindent elárul rólad, hallod. Magadnak élsz, magad öröme, szépsége, s magadnak valóan. Ezek azok a lányok, akik soha nem érdekelnének engem. Kihangsúlyozom, soha. Egy pasi és egy nő is tesz meg dolgokat a már mások érdekeiért. Ha szerelemből, ha másoknál kifolyólag. Ez nevetséges, amit mondtál, ne haragudj. Persze ez a te nézőpontod, s te életed, de énektől messze vagyok szerencsére, mint te. Sajnos volt olyan csajok, volt dolgom olyan csajokkal, akik önközpontúak voltak, és csak saját maguk voltak, meg önmaguknak számítottak. Hát ez bennem rengeteg mindent triggerelt, többek között a boldogság témámat is. Te már ezt ismered, hogy én azt mondom, hogy mindenki legyen boldog a saját jogán, mindenki tegyen meg magáért mindent, és ha tudunk boldogságot fokozni ketten együtt, az nagyon jó, de nem fogom attól várni a boldogságomat sem, meg a semmit sem, hogy majd a másik jön, és akkor majd jó lesz. A másik pedig, amit triggerelt bennem, vagy pingelt bennem, hogy mennyire vagyok önző akkor, amikor magamat, mint forrást, amit életben kell tartanom, nem áldozom föl, hanem azt mondom, hogy hello, másért nem teszek meg semmit. Az nem azt jelenti például, hogy jótékonykodni nem szoktam, és azt nem azért teszem meg, mert elvárják tőlem, hanem mert nekem az jól esik. És nem egy, és nem két pro bono, elképesztő, miket toltam be az elmúlt években, azért, mert nekem az is ott akkor jól esett. De az, hogy én azért tegyek meg valamit másért, mert azt másért akarom megtenni, az nekem zsákutca. Árnyalnám, illetve nulladik lépésben köszönjük meg azt az elismerést, hogy szépnek lehet a hallgató. A saját szépséged, ugye ez volt a harmadik szava, úgyhogy ez egy bók volt, én ezt a zsebre raknám a helyedbe. Erről beszélgettünk a videóban, akkor lehet, hogy ez nem jött át, hogy ha az a valami, amit másik kér tőlem, vagy elvár, vagy remél, vagy nem tudom, az működik nekem, akkor persze, hogy belemegyek. Akkor is, hogyha magam miatt azt nem biztos, hogy megtenném azelőtt. Mert lehet, hogy nincs róla információm, fel sem merült a világomban, hogy ilyen lehetséges, nem volt hozzá megfelelő partner, stb. Olyankor igazából a másik érde magamért is. Tehát, hogy ez nem egy olyan, hogy csak érte, vagy csak értem, hanem arról beszéltünk, hogy ha te bungee jumpingolni akarsz, és engem érdekel a bungee jumping, akkor veled együtt fogok ugrani a hídról. De hogyha közben én rettegek a magasságtól, akkor majd ülök az autóba így, és nagyon szurkolok, amíg téged visszahúznak, vagy nem tudom, mit csinálnak a bungee jumping során, mert azt mondjuk nem biztos, hogy ugranék. Ha viszont rákényszerítene, és azt mondja, hogy ez a feltétele, hogy tehát, hogy ennek meg kell valósulnia ahhoz, hogy mi együtt legyünk, hát akkor arra van a kijárat, köszönöm szépen. Mert az, hogy ténylegesen levagdossam a saját szárnyaimat a másik miatt, az egy no-go, az nem, ott nem megyünk. És ez megint csak nem jelenti azt, hogy nem csiszolódunk össze. Tehát, hogy nekem az jött ki a kommentből, és lehet, hogy mi ezt az érzést adjuk, hogy ezek ilyen nagyon elvágólagos dolgok, de könyörgöm, mindegyikünk élt párkapcsolatban, és mindegyikünknek lesz valószínűleg még párkapcsolata is, Áginak is, meg nekem is, ahol adott két idegen ember, akik előbb-utóbb valahogyan megtalálják a közös pontot, meglátják azt, hogy nekem mi működik, neked mi működik, nekünk mi működik együtt, és formálódunk mindannyian. De hogyha az a belépő, hogy figyelj ide, cicám, mindentől kezdve szőke hajú és műcici, akkor azt mondom, hogy köszönöm, nem. Érted sem. Akkor se, hogyha szeretlek. És most mondtál egy nagyon jót, mert hogy nekem a komment az, amit betolt, az egy ilyen nagy általános közvélemény, hogy a szeretet zászlója alatt licsés, daráld be magad mártírként. És erre nem vagyunk hajlandóak. Tehát, hogy egy csomó mindenre hajlandóak vagyunk, de ha nekem azt mondta, hogy 10 perc alatt kint kell lennem Budapest másik csücskében, azt fogom mondani, hogy ne haragudj, nem. És nem azért, mert nem szeretlek, hanem mert nem tudom megtenni. És nem, én ezeket én fogom tudni, hogy mi az, amit nem tudok megtenni. Akár időben, akár térben, akár emocionálisan.
Tehát egy csomó mindent lehet mondani, hogy daráld be magad, törd le a szárnyaidat, alakuljál, holnap a levest máshogy kéne főznöd, tehát lehet így ötleteket adni az embernek, hogy hogyan darálódjon be. Ilyenkor szokott lenni, én szerintem ez az életközepi válságra is rá lehet fűzni, hogy szerintem ott jön rá az ember, hogy bassza meg, eddig más életét éltem. Az ötletelés szavadra mennék rá, mert hogyha ez egy ötlet, egy javaslat, egy gondolat, akkor meg fogom fontolni, hogy a levest holnap máshogy főzzem. És lehet, hogy ki is próbálom, és nem azért hozom a levest, mert ez egy ilyen egyszerű példa, és nincsen hatása, de bármire, tehát, és erről meg ugye nekem volt egy bejegyzésem a LinkedIn-en minap, hogy a kritikát honnan fogadod, hogy az kritika-e, visszajelzése, épít-e vagy rombol, be tudom-e fogadni, megfontolom-e egyáltalán, felmerül-e az, hogy na jó, te beszélsz tőled, azt se tudod, hogy kell levest főzni, akkor mit ugatsz bele a partvonalról, vagy pedig tényleg tudom, hogy a te levesed is tök jó, és ha azt mondod, hogy dobjak bele két darab szegfűszeget, akkor azt mondom, hogy kipróbálom. Tehát, de az már megint az van, hogy nem érted, hanem miattad együtt. És ez csak ennyi.